Köszönöm szépen, hölgyek és urak, az mindig örömteli, amikor az ember az utolsó előadó itt a délelőtti szekcióban. Ezért igyekszem gyors lenni. Hadd kezdjem azzal, hogy meg a boldog egyetemi docens időszakomat idézi, jó? Tehát azért tegyük ide bele a dolgot, hogy jó volt kutatni, és hogy miért álltunk neki, tulajdonképpen ezzel szeretném kezdeni. Hát Miss Livetz Feri közben kiment, de megfertőzött minket a Kraft ügyel, úgy kezdődött a dolog, hogy elkezdett arról beszélni tartósan, hogy szerinte létezik modell a világon, ami arról szól, hogyha kreatívan állunk neki az ügyeknek, akkor egyébként a vidék megmarad. Ez ugye pont ellentmond minden kutatásnak, ami arról szól, hogy centralizálódik, az emberek egyre mobilabbak, és a mobilitás általában az a centrumok felé irányul. Persze nyilván, ha itt történelmi távlatokban nézzük az ügyet, akkor ebben mindig volt visszarendeződés. Újra centralizáció, újra visszarendeződés, szétszóródás, tehát abban hiszünk, és Andrással, rektor úrral beszélgettünk erről korábban, hogy egyszer biztos megérjük mi is még a visszarendeződés időszakát, de azért piszkálta a csőrünket az a dolog, hogy 2000-ben nekiálltunk Nagykanizsán egy egyetemi kampuszt építeni, szerintem nagyon nagy bátorsággal és végtelen tudatlansággal álltunk neki ennek az ügynek, és azt láttuk, hogy a piac valami miatt belénk szeretett, és életképes lett az egész, és elkezdtünk fejlődni, egyre okosabbak lettünk, kollégák, egyre több kapcsolat, egyre több mindent tudtunk a világról, és szerintem egyre jobban csináltuk a saját dolgainkat, és ekközben 2010 után a sokkal professzionálisabban végrehajtott ügyeknek az lett az eredménye, hogy mintha a környezetünk, mintha mi magunk egy másfajta dimenzióba kerültünk volna, a lecsúszás dimenziójába. És akkor elkezdte piszkálni a csőrünket, hogy mi van ezzel az üggyel. Hogyha mi okosabbak, szebbek, jobbak, jobban marketingezőbbek vagyunk, akkor miért van az, hogy mindez nem látszik a felvétel eredményeken, és akkor így az ifjúság, mint központi kérdés bekerült a gondolkodásmódunkba, plusz jött a Kraft, Miss Livetz professzor által kijelentett dolog, hogy már pedig van modell, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot megvizsgálni. És azzal kezdtük, hogy összeálltunk öten, és írtunk két könyvet, aztán ennek köszönhetően, és ennek a két könyvnek lenne egy zanzás is, ott a gyors változata. És tényleg azért mondom, hogy ezt nézzék el, azért két könyvet nyilván 15 perc alatt normálisan nem lehet elmondani, ezért a nem normális verzió következik. Legyen 20. De igyekszem a lényeget kiemelni az egész történetből. Hogy igazolt minket ez a dolog, és akkor bejön mindjárt, beúszik harmadikként a Pannonvárosok Szövetsége, mit mérjünk? Mert nyilván csak Nagykanizsát mérni az vicces. Ezért megnéztük, hogy a Pannon Egyetem hol működött, fog működni, vagy szeretne működni, ezt elneveztük Pannonvárosok Szövetségének, és akkor tulajdonképpen 7 város került be a szórásba, és 7 várost vizsgáltunk meg, ugye ez Veszprém, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Kőszeg, Tatai és Pápa. És ez a 7 várost került a fókuszba, és a 7 várost vizsgáltuk innentől kezdve minden szempontból. KSH-hoz nyúltunk, megnéztük, hogy a folyamatok, a nagy népesedési folyamatok hogyan zajlottak Magyarországon, miközben 5%-kal csökkent Magyarország lakossága, ennek a térségnek a duplája tűnt el itt a lakosságnak, pedig ezek gazdag, irigyelt, szép városok. Én Debrecenbe jártam egyetemre, még az Átkosban, és akkor ott a gyakorlatilag mindig úgy néztek rám, hogy én a fejlett nyugatról érkeztem nagykanizsaiként, és ugye él ez a kép bennünk, hogy ez a Nyugat-Dunántúl, ez egy ilyen közép-Nyugat-Dunántúl, Balaton környéke, ez egy pezsgő környezet, ez egy fantasztikus polgári attitűd, és hát ez biztos erős és életképes. Aztán a számok azt mutatták, hogy azért annyira nem. Közben ugye néztük a szülőkorú nőket, ez azért fontos, mert ez a jövőről szól. Eltűnt ugye a térségben 20%-nyi szülőkorú nő, és a dolog tovább nehezíti, hogy az elvándorlás következtében voltak olyan térségek, ahol 40%-kal csökkent 20 év alatt a szülőkorú 15 éves lányoknak, vagy potenciális szülőkorú nőknek a száma, ami azért már elég ijesztően hangzik így a jövő oktatáspolitikája szempontjából. Szóval ez volt az alapgondolat, amiért nekiálltunk. Megnéztük a felsőoktatási térképet, gyorsan elmagyarázom ezt az ábrát. A belső kör az egy 2005-ös állapotot mutat, akkor Magyarországon 420 ezer hallgató volt, és a 420 ezer hallgatónak a döntő többsége, tehát 54% akkor vidéken tanult, és 46% a Budapesten. Megnéztük ezt a képet 2016-ban, egyébként azóta romlott. Ez a kép nagyjából úgy nézett ki 2016-ban, de eltűnt 100 ezer hallgató, és az eltűnt 100 ezer hallgató 57% a Budapest, bocsánat, nem az eltűnt, a megmaradt hallgatók 57% a Budapesten tanul. Tehát mi történik? Az történik, hogy a vidék felsőoktatási rendszere ürül ki, Budapest nem lett vesztese a
kiürülésnek, hanem Budapest tulajdonképpen tartotta a pozícióját, és a szoktam vitatkozni egyébként kedves rektorokkal, kancellárokkal Budapestről, most Lajosan néztem itt szembe velem, Corvinus rektor helyettesére, hogy múltkorában éppen arról beszélgettünk az egyik pesti kancellárra, hogy ők mit gondolnak, hány százalékkal sikerükben az, hogy Budapesten vannak. Nyilván a klasszikus válasz jött először, hogy hát az intézmény elismertsége vonzza a hallgatókat, és amikor eltelt egy óra, és újra megkérdeztem, beszélgettünk egy kicsit, akkor azért nagyjából arra jutottunk, hogy a Budapestre áramlás okának 90 százaléka Budapest, 10 százaléka az intézmény, tehát amikor valaki ezt túl dimenzionálja saját magában, hogy milyen fantasztikus egyetem, akkor mindig mosolyogok ezen, amikor hallgatom a budapesti rektorokat ezügyben. Persze, nézzük meg, tegyük ki azt a nemes egyetemet Nyíregyházára, aztán ha két évig ugyanazokat a számokat hozzák, akkor az összes létező kalapomat megemelem, és akkor azt fogom mondani, hogy tényleg értenek a menedzsmenthez. Szóval zajlik valami, amiről nem tehetünk, tehát ezt el kell mondjam, erről sem a budapesti rektorok, sem a vidékiek nem tehetnek. Ez egy globális folyamat, ami arról szól, hogy a fiatalok nem szeretnek a saját lakóhelyükön maradni, ez így rendben van, de a legrosszabb az, hogy vissza se szeretnek menni. És ezt megerősítette, mert mi gyomorból éreztük, megnéztük a saját egyetemünket, és azóta láttam egy OH-mérést, és az OH-mérésnek ugyanez lett a végeredménye, hogy nagyjából országosan 20% megy vissza az eredeti településre, de ami sokkal rosszabb, hogy a nagyvárosokban 30, a kicsikben meg 10. Na most mi a kicsik vagyunk, akkor lefordítom a számok nyelvén, 10-ből 1. Tehát amikor azt mondja valaki módszertanként, hogy az nem baj, hadd menjenek, majd visszajönnek, ez sajnos most pillanatnyilag nem igaz, lehet, hogy 20 év múlva visszajönnek, ezt nem tudom, de ebben a pillanatban még ez nem igaz, ez a kijelentés. Na jó, akkor mit tegyünk, mert beúszik, igen. Tulajdonképpen azt kezdtük, hogy akkor ilyen egyetemi emberként végig gondoltuk, hogy hogyan kellene vizsgálnunk, ezért azzal kezdtük, hogy meghatároztuk azt, hogy melyek a legfontosabb szakirodalmi izgalmas ügyek, és utána elkezdtünk ilyen módszerekkel vizsgálódni, és a legutolsó oszlopra hívnám fel a figyelmüket, ez volt a legizgalmasabb. Polgármester úrral én csináltam az interjút anno domino, tehát nagyon jól emlékszem a beszélgetéseinkre. Egyébként igyekeztem a polgármesterekhez mindig elmenni én, mert az egy ilyen jó merítés, amikor az ember a polgármester szemébe néz, kap tőle két órát, visz egy iszonyat komplikált kérdőívet, vagy egy ilyen interjú kérdéssort, de azért mégis a végén kijön, hogy mit gondol a világról. És a strukturált interjúk azok úgy néztek ki, hogy meghatároztuk, hogy szerintünk egy városban kinek a szava számít. Nyilván számít a politikai döntéshozó szava, a gazdasági vezér részlegnek, ez vagy egy nagyvállalati vezérigazgató, vagy egy nagy ipari park vezető, hogyha én nincs, akkor kamaraelnök, tehát az, aki a gazdasággal van kapcsolatban, és a kultúra, oktatás meghatározó embereit kérdeztük még meg. Átlagosan 4-et per város, tehát mondjuk durván 30 interjút készítettünk ebben az időszakban, de ezek hosszú interjúk voltak és nagyon tanulságosak. Na most nagyon sok mindent kérdeztünk, ezért csak így felvillantok most egy-egy ilyen kis képernyőt ebből az ügyből. Kezdtük a sikerügy tisztázásával szakmai szempontból, tehát szakirodalmi szempontból, majd utána megkérdeztük nyilván a résztvevőket. Hát arra jutottunk, hogy Magyarországon a városi siker megfogalmazásnál talán a megtartó képesség vagy vonzó képesség egy ilyen fontos ügy lehet, és a másik az meg az élhetőség. Tehát nagyjából mi erre jutottunk. Aztán megkérdeztük egyébként a partnereinket is, miután megnéztük a nemzetközi mintákat. Ez csalóka, és gondolom volt már ma délelőtt szó a Craft Indexről. Az pont az a baja ezekkel a nagy nemzetközi városi mérésekkel, hogy ez nagyvárosi logika. Tehát amit itt látnak, két elfogadott nemzetközi módszer arra vonatkozóan, hogy egy város élhető vagy sem, szerethető vagy sem, képes-e megtartani lakosságot vagy sem, de könnyű nézni a nagyvárosokat, mert a nagyvárosokra egy csomó minden igaz, és egészen más dolgok igazak a közép-kisvárosokra, tehát azért ezek a nagy módszertanok mérsékelten használhatók a mi esetünkben. Ezért mi inkább megkérdeztük a partnereinket, hogy mit gondolnak sikernek, ők 4 dolgot fogalmaztak meg, az élhetőséget az első helyre tették, tulajdonképpen a gazdaság volt a második, egy kicsit erőteljesebben fogalmaztak élhetőség logikában, komplexebben is, és volt egyéb, amiből az egyébben tulajdonképpen kijött ez az identitás, nagyjából büszkeségügy, így lehetett definiálni a dolgot. Második nagy kérdésünk az arról szólt, hogy mit lehetne kezdeni tulajdonképpen magunkkal. És a magunkkal ez a Pannonvárosok Szövetségéről szólt, hogy látnak-e esélyt arra ez a 7 városi vezető csoport,
hogy földrajzilag nem logikus, különböző érdekek alapján működő városok, de mégis a Pannon Egyetem, mint kohézió alapján valamilyen kapcsolatban lévő településhálózat értelmezhető együttműködésben. Segítségül hívtuk a testvérvárosok logikáját, azt nagyon szépen kikutattuk, megint elméleti és egyéb alapon. Nagyon sok mindent kérdeztünk a testvérvárosi kapcsolatokról és tapasztalatokról, és ez alapján mondtuk azt, hogy valószínűleg ez a testvértelepülés, hálózatosodás és konkrét projektek lesz majd a válasz. Na most aztán megkérdeztük megint csak a résztvevőket, hogy ők hogy látják ezt a dolgot. Ugye azt fogalmazták meg, hogy a gazdaság, oktatás, kultúra lehet az összekötő, ami biztosan nem, egészségügy, szociális szféra, biztonság, az magánügy, az városi magánügy, abban nem szeretnének együttműködni, és akkor elkezdtek vallani arról, hogy a Pannon városokkal való kapcsolatuk milyen. És akkor nyilván kijött az, hogy semmilyen alapvetően, tehát ugyan van egy csomó együtt töltött idő a Pannon városokban, de még nincsenek konkrét eredmények. Ez a semmilyen, ez azt jelenti, hogy még kicsit hiányzik a bizalom, valamilyen lépések történtek, de valódi kézzelfogható eredmény nincs. Aztán hogyan lehetne ezt a dolgot megváltoztatni? Valódi célok. Tulajdonképpen az jött ki a valódi célok. A valódi célok lefordítása az meg konkrét projektek kategóriát jelentett. Tehát olyan nagy meglepetés nem lett a dologból. És megkérdeztük azt, hogy szerintük kik, felsorolták, hogy kik lehetnek az együttműködő partnerek, és akkor mi legyen a megvalósulási forma, erre pedig konkrétan kijött az, hogy projektek legyenek. Következő nagy kérdéskör az a fiatalok megtartásának kérdésköre volt. Itt megint behoztunk egy csomó elméleti ügyet, csak egy végeredményt szeretnék megmutatni, amit Rodek Nóri kutatott le annak idején. A fiatalokra ható részeket azt ő kereste ki a szakirodalomban és kérdezte le. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy a munkahely, szórakozás és szabadidő volt a két központi ügy. Ezt gondolták a városi döntéshozók. Egyébként mutattunk példákat, hogy nemzetközileg a fiatalok is ezt gondolják erről, meg volt egy hazai mérés, hogy a fiatalok is első helyre teszik ma már a munkahelyet, a munkahelynek a minőségét, és utána mondják meg az összes többit, hogy mitől szeretne egy adott településen maradni. A következő témakör az identitás ugye volt. Itt Piskóti professzornak van egy nagyon jó, szerintem nagyon szépen összerakott elméleti ábrája, ami arról szól, hogy két nagy ügy határozza meg a település identitást, a külső és a belső tényezők. A belső tényezők elsősorban a városi tudatos menedzsmentet jelenti identitás ügyben, a külső tényezők meg azokat a szereplőket a városon belül, akik értik ezt, tehát olyan civil szervezetek, összefogó hálózatépítő egységek, akik ezt meg tudják tenni, és akkor a Piskóti féle modell alapján kérdeztük végig a településeket. Hát kijött pár dolog, hogy ki mit gondol magáról, most nem akarom felolvasni, mert eltetszenek tudni olvasni. Veszprémként magát úgy lőtte be, hogy ő a kultúra vidéki fővárosa, aztán megjött a 23-as eredmény, és ezt igazolta, tehát szerintem ez egy jó megközelítés volt. Nagyon büszkék a történelemre a kőszegiek és a kanizsaiak, de a kanizsaiak és a kőszegiek egyébként nem elégedettek, vagy úgy érezték, hogy többet kellene elérni ebből a múltból adódó pozícióból. A modernitás úgy egyedül Zalaegerszegen jelent meg, és Keszthelynek volt egy ilyen kettős identitás, hogy egyszerre Balaton főváros, meg a történelmi nagy arisztokrata család, a festeticsek jogos örököse is, hogy megvan ennek mindene. Tehát ezek voltak az identitás eredmények. Aztán a Niki Kasszás, Niki kolléganő megkérdezte, nem csak megkérdezte, hogy egy ilyen jó kis részletes kutató típus, megnézte azt, hogy az összes beadott városi projektnek mi volt a beltartalma. Megvizsgálta ezeknek aztán az eredményét is. És akkor nagyon röviden összefoglaltam itt a szlájdon, hogy milyen eredmény jött ki a város tudatos fejlesztési programjának az eredményeiből. Tulajdonképpen az teljesen nem volt vicces, mert logikus volt, hiszen az előző programozási időszaknak egy központi része volt, hogy a főtereket rendbe kell tenni. Ez mindenki főteret rakott rendbe az egész országban. Minden főtér gyönyörű, kijelentem. Igaz. Mindenki ugyanezt gondolja. Mi a szép főterek országa vagyunk. Tehát ezt egyszerre ki lehet jelenteni. Tata és Pápa nagyon elégedett volt a saját fejlesztésével. Mindenki visszaigazolta, hogy szerintük ők nagyon jó utoljárnak. Kritizálták saját magukat egyébként Kőszeg, Nagykanizsa, és az újragondolás legerőteljesebb példája az Zalaegerszeg volt, aki teljesen újra határozta meg önmagát, akkor erre
ha már szeretünk rajzolgatni, akkor összeraktuk a siker arcát. Ez egy arc, amelyik mosolyog, az, hogy mosolyogjon. Azért mondok most néhány dolgot, bár éppen polgármesterek nincsenek itt. Tehát bátorság, nyitottság, kreativitás és alkalmazkodó képesség, ez a nulladik adottság egy polgármesternek. Menjünk tovább. És tényleg nehéz dolga van nekik, szóval ezt elismerem. Olyan menedzser attribútumokkal kell rendelkeznünk, mint egy vállalati vezető, és stratégiai gondolkodás szükséges. Azért ezt most újra elmondom, jó? Tehát olyan markáns menedzser attribútumokkal kell rendelkeznünk, mint egy nagy vállalati vezető. Mert a verseny, és ezt elmondta egyébként Porga Gyula éppen előttem, tényleg arról szól, hogy Veszprém nem csak, vagy lassan már nem Budapesttel, hanem a környező nagyvárosokkal versenyez. És akkor most gondoljuk végig, hogy mennyivel könnyebb dolga van, persze nincs a hétköznapokban könnyebb dolga egy bécsi polgármesternek, de az adottság oldalról mennyivel könnyebb dolga van egy bécsi polgármesternek, és mégis meg kellene győznünk Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Tatán, Pápán, Veszprémben a fiatalokat, hogy annyira jó itthon maradni, hogy maradjatok itthon. Ezért ez egy nagyon összetett ügy. Az identitás lehetne a központi elem, és az, hogy az identitás kialakuljon, az az alsó négy vonal mutatja, hogy nagyjából mire lenne szükség. Csináltunk egy, ahogy mi látjuk oldalt, ez volt a legizgalmasabb számunkra, és sokféle beszélgetésből mi mit vontunk le. Két-három dolgot szeretnék csak kiemelni. Az első dolog az, és ez egy nagyon nagy üzenet volt szerintem mindannyiunknak, hogy ma úgy van esélye a kis és középvárosoknak, hogyha egy valamiben akarnak jók lenni. De akkor azt az egy valamit, az végvezetik a mindenen. Tehát ha Veszprém azt döntött el, hogy ő a vidék kulturális fővárosa szeretne lenni, akkor az LKF projektre rákészülés közben és után ezt a dolgot meg kell tartani. Egyszerűen azért, mert nem lehet túl gyorsan változtatni a dolgokon, és miután globális verseny van a fiatalok megtartásának ügyében, ezért egy nagyon stabil és mindenki számára mélyen gyökerező identitás az, ami ott tart valakit. Annak a kialakítása meg egy üzenettel lehetséges ebben az üzenet gazdag világban. Tehát, hogy ezért a településeknek tulajdonképpen egy dologban kéne jónak lenni, és mi próbáltunk pár javaslatot tenni, hogy szerintünk ki hogyan áll. Még Zalaegerszeg példát hadd mondjam el, szerintem nagyon jól döntött Zalaegerszeg a modernitás ügyel. Egyébként kilóg a közép kisvárosok zónájában, hogy a modernitást vállalta fel. A tesztpálya kibillentette az Zalaegerszeget a történelm, önkeresés, a turisztikai önkeresés, meg nem tudom milyen izéből, hanem megfogalmazták, hogy jó, akkor ők az autóipar egyik nagyon izgalmas oldalágának világszínvonalú centrumává szeretnének válni, és kezd Zalaegerszeg átalakulni ennek a logikának a mentén. Szerintem ez a fő üzenet, hogy a közép-kisvárosoknak nem kellene erőltetni a kicsit turisztikai, kicsit gazdasági, kicsit kulturális, kicsit nem tudom micsoda, mert abból pont egy tucat van a térben, és az egy tucat helyett inkább az egy dologra fókuszáljunk, de akkor az betyár keményen és következetesen hajtsuk végre a térben. Úgyhogy ez volt talán a legfontosabb üzenet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.